az előbb az alvási apnoé kapcsán is beszélgetünk az elhízásról, mert igen, arra is kihat, és visszatért hozzánk Dr. Tóth Tamás, obezitológus, a telefonokkal. Ha lefogyok, akkor tényleg mondjuk megszűnhet a horkolás? Tehát ugye egy bizonyos soványság mellett? A horkolás megszűnhet, mert nyilván máshol is van, de az összefüggés az úgy áll fel, hogy az alvási apnoé az hízlal, a hízás meg alvási apnoét csinál. Tehát ez egy nagyon rossz kör. Nagyon rossz kör. Tehát és nyilván ebből fogyással kell elsősorban megpróbálni kijönni. Tehát a túlsúlyosok között nagyon gyakori az alvási apnoé. Úgy tettem le a telefont, hogy 117 darab nem fogadott hívás volt, és vagy 20 emberrel beszéltem. Amikor kijöttem, akkor is csörgött, úgyhogy belenyúltunk a darásfészekbe. Kigyűjtöttem néhány klasszikust. Nagyon sokan kérdezik azt, hogy nem tudom, mert nem hangzott el, pedig nagyon igaz, hogy a gyümölcs az hogy hat a zsírmára, ugye szóba került a zsírmára. A gyümölcscukor az egy nagy ellenség, ami nem azt jelenti, hogy nem kell gyümölcsöt enni, Isten őrizte, itt is a mértékekről beszélünk, de hát itt most vontam egy statisztikát, akik ezt a kérdést föltették, körülbelül a 20 telefonból vagy 4-en vagy 5-en, azok több kilónyi gyümölcsöt esznek. Tehát ilyen 1,5-2-3 kiló gyümölcsöt esz. Ez biztos, hogy a bevitt gyümölcscukor okán, ez sok, ez nagyon sok teher a szervezetnek is, de hát a májnak is. Itt is az összefüggések még némileg homályosak, de nagyon biztos, hogy a fruktóz, a gyümölcscukor, az a zsírmájt, az bonyolítja, illetve rontja nagy mennyiségbe. A másik nagyon eklatáns kérdés az az volt, hogy normál a súlya, ugye ez viszont szóba került, ezzel szemben itt van valami. Aha. A hasán. És hát ez abszolút, többen mondták a laborleleteiket is, tehát teljesen igazolódott az, amiről beszéltünk, hogy teljesen normál súlyjal, magasság, BMI tökéletes, miközben nagy a has, és az amögött valószínűleg a zsírmáj, nyilván telefonon nem tudok diagnosztizálni, de valószínűleg a zsírmáj áll, mert hogy mondták a koleszterin szintet, a triglicerin szintet, a GGT-t, tehát ezeket a klasszikusokat, amiket labor vizsgál. És többen kérdezték azt, hogy kiválthattak-e gyógyszert, mert hogy óckodnak a gyógyszertől. Ilyen esetekben főleg olyanok kérdezték, akiknek emelkedett a cukra. És én mindenkinek azt mondta, hogy azon nyomba. Tehát ha a orvos azt mondja, hogy ki kell váltani a gyógyszert, akkor nyilván egyrészt megvan az oka, másrészt meg segíti a fogyás, meg segít a folyamatunk. Úgyhogy ezek voltak a klasszikus nagy csoport kérdezők között. Ez az inzulin rezisztencia, amit szóba hoztál, ez most, ahogy mondtad, te is nagyon-nagyon elterjedt. És ez tényleg ennyire elterjedt, vagy most kicsit egy ilyen divatos lett ezt a diagnosztikában ráfókuszálni, megnézni van-e, és akkor így kiderült, hogy itt többeknek van. Tehát, hogy hol vagyunk ezzel? Én azt gondolom, sokan. Igen, én azt gondolom, hogy én a másik álláspontot képviselem, és bocsásson mindenki, aki nem ez, de szerintem nem eléggé elterjedt. Oly sokan bonyolódnak bele, és nem tudjuk a stációt, hogy hol járnak. Tehát előbb-utóbb nagyon gyanús, hogy valaki ebből cukorbetegség fajul el. És az inzulin rezisztencia, ez nyilvánvalóan nagyon sokan mondják, akkor is, ha felszednek 3 kilót, hogy akkor inzulin rezisztensek, nem ennyire egyszerű az élet, de sokkal több van, mint ahogy eddig említottuk. Sem a diagnózis, sem a terápia, mondjuk azt, hogy nem áll a helyzet magaslatán. Tehát még mind a két területen, és ez nem azért van, mert most a magyar orvosok buták, hanem azért, mert maga a tudomány nem tart még ott, de én azt gyanítom, hogy 5 év múlva mindenki erről fog beszélni, hogy az inzulin rezisztencia az milyen, és lesz egy korrekt diagnosztikai eljárása is. Mert ami most van, az, hát hogy is mondjam. Kicsit még kúsz. Sántit, igen. Okay. Jó, de ha nem a zsír az ellenség, akkor mi az ellenség? Mert hogy mi ezt kikiáltottuk pár éve a zsírt nagy ellenségnek, de akkor mi az ellenség? Mi magunk? Azt szokták mondani, hogy nincsen bűnös táplálék, csak bűnös táplálkozás. Tehát nincsenek ellenség. A gyilkos galóc az ellenség, de ez a zsír, meg a nem tudom, meg a csoki, meg és akkor mondunk valami nagyot. Ezek nem ellenségek, csak a gazdagok vagyunk, jól élünk, bármennyire is furcsa hangzik, és ahhoz képest, hogy az emberi evolúció hozta a normál táplálkozás, ahhoz képest teljesen megváltoztattuk. Régen a legritkább tápanyag az a zsír volt, meg a szénhidrát, most meg ez a leggyakoribb. Hát de aztán vissza is jött az Atkins diéta néven, azt hiszem ez a zsír, hát, együnk kolbász szalonnával. Igen, meg paleo diéta, tehát vannak próbálkozások, vannak túlkapások is ezen a területen, de alapjában véve mi növényeken és húsokon éltünk. Tehát ha néha megöltünk egy mamutot és jutott egy marék zsír, akkor megettük, de ez nem volt olyan gyakori. Hát, kinyitottuk Pandora szelencét, szerintem ez egy olyan dolog, hogy igen, de tényleg, nagyon szépen köszönjük, doktor, hogy ma délelőtt a segítségünkre volt.